Sziasztok! Most egy olyan számjára, amitől lehet, hogy mérgezést lehet kapni. Ivott valaki ma már alkoholt? Na jó van, akkor ti itt vagytok Hollywoodban legalább. És az egyik régi számunk 2016-ból a Lélekméreg! A Mély Víz két tagját köszöntjük itt a Hangpróba című műsorban. Igen, így még nem kezdte senki egyébként, hogy kiinteget a közönségnek, úgyhogy már nagyon jó a belépőtök. Ugye 2015-ben alakult a zenekar, de azóta nagyon-nagyon sok minden történt, és akkor végül így ketten maradtatok duóban, egészen pontosan 2020-ban. Na, meséljetek egy picit erről az 5 évről, ami idáig vezetett, hogy így maradtatok. Hát én mit meséljek, én 2020-ba csatlakoztam Zsoltihoz, 2020-ba csatlakoztam, előtte én nem is tudtam a Mély Víz zenekarról egyáltalán. Jó barátok lettünk, egy ilyen bohócságnak indult az egész, aztán így komolyabbra fordult a dolog, és csináljuk így duó formációba, ennyi az én történetem. Hát hiszen a legvégén csatlakoztál be, de akkor egy kicsit előrébről. Ő egy jó kérdés. Most a korai évekről beszéljük, vagy a 2020 utáni évekről beszéljük? Először még a korairól egy picit, hiszen ott indult az egész Mély Víz. A korai Mély Víz, nagyon érdekes felállásból indultunk, Pest Szent Imréről indult a zenekarunk, anno.
és ő egy ilyen nagyon meghitt ilyen próbaterem, egy ismerősömnek a próbatermébe gyakorolgattunk. Állandóan jöttek, mentek az emberek, és ilyen rengeteg feldolgozásokat játszottunk, úgy indult, ilyen Deep Purple, meg nem tudom mikkel indultunk. Gyakorlatilag majdnem, hogy ilyen névileg le is van egy kicsit így követve, hogy Deep Water, mint a mély víz, de egyébként nem. Semmi köze nincs ez a átitatott témához. A régi formációban úgy volt, hogy megvoltunk, én voltam az énekes, én csak sima énekes voltam, és a dobosok cserélődtek, gitárosok cserélődtek, basszusgitárosok el se jöttek, és néha volt billentyűs talán. Aztán rájöttem arra, hogy kicsit motiválom magamat, és kicsit így elkezdtem foglalkozni a gitárral, és elkezdtem zenéket írni. Ez 2015-16 körül elkezdtem írni zenéket, elővettem a szekrényből a régi Cremona gitárt, és akkor úgy kicsit így össze jöttek a dolgok, hogy végre valami, nem tudom mi. És akkor egyszer csak megtaláltad a tökéletes duettpartnert az elképzeléseidhez. Barátként találtam meg, képzeld el, hogy interneten volt egy ilyen trollkodás, valahogy írogatott valamibe, meg volt egy másik ismerőse, és ott valamire, topikra ráírtam, és ő meg visszaírt, és elhívtam őt egyet zenéljünk, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. És egyszer csak elindult az egész. És ez már most már negyedik éve lesz, mert 2020-nak a júniusában. Tehát 3,5 éve zenélünk mi, így ebben a formációban, így most. És úgy érzed, hogy most ez az a felállás, ami hosszú távon is működőképes lesz, és ami valóban azt tükrözi, amit te szeretnél? Én teljesen ezt érzem. Van egy kis távolság köztünk, mert én Pestről jövök. Annyira nem sok, ilyen 10 centi. Hát ez az, csak, ja, most nincs, igen, de pár kilométer néha szokott tenni, de felülök egy ilyen vonatra, azt megoldjuk. De nagyon hogy érzed? Én Tokaj, jó ez a duó? Én Tokaj, és ő Dunaharaszti, szóval van egy kis távolság. De megoldjuk a próbákat, vagy ő jön, vagy én megyek Pestre. És miért pont mély víz? Akkor vissza egy picit a kezdetekhez. Megvan még ez a történet, hogy lett ez a zenekarnak a neve? Megmondta nekem egyébként a régi próbateremben a Laci bácsi, ahol voltunk Imrén. Ő találta ki, hát ez nagyon mély víz ez az egész. Ez lesz a nevünk. Ez nagyon mély víz, mert mindig tag problémák voltak akkor. Hát nehéz volt a utazás, kijárás, buszpótló, vonatpótló, trollipótló, messziről jöttek az emberek, ki se jöttek, el se jöttek, csúszkálások voltak időben, meg minden. Nem voltak ilyen elkötelezett emberek, nem voltak ilyen... De gyakorlatilag, amit mondott nekem... Mint én. Így van. Nem voltak olyanok, mint ő. És megmondta az öreg is nekem, a Laci bácsi, hogy ezek akarnak egyáltalán zenélni? Vagy csak be vannak feszülve, vagy nem tudom, miért akarják, vagy fejlődni akarnak, vagy nem is tudtuk megfejteni, mit akarnak, vagy nem tetszett nekik az, amit akkor csináltunk, vagy nem tudom. Akkor meglett a név, és gyakorlatilag bevonzotta magával azt, hogy mi lesz utána a zenekarra, de most már engedjük is el egy picit ezt a múltat, ugye 2020 óta ti ketten zenéltek azóta, hol tudtátok megmutatni ezt a duót? Hát leginkább Budapesten és Tokajban, mert én tokai vagyok, nyilván ott nekem az a helyi történet. Zsolti pedig Budapesti, én is Budapesten laktam 12 évet, ott nekem is vannak ott ismerőseim. S8 klubba is léptünk fel, Pest-Szent Imrén is léptünk fel, Tokajba és a környékén. Milyenek voltak a visszajelzések? A közönség hogyan reagált arra, hogy ilyen rocker arcok duóban tolják a zenét? Azt mondják, hogy ez olyan világ ez, mint a... A vintage. Nagyon vintage, ilyen 2000-es évek elejét mondják, meg a 90-es éveket mondják, hogy ez olyan fajta hangzás van a mi zeneinkben. Nem tudom. Vagy 80-as évek. Talán még a 80, de inkább a 90 meg a 2000-es éveknek a... Na de még itt vagyunk 2024 elején. Mik az idei tervek? Vannak-e már koncertek? Tudjátok-e már, hogy hol találkozhat veletek legközelebb mondjuk a közönség, akik most néznek minket? Van nekem egy külön ilyen kétnapos fesztiválom, amit én rendezek, én szervezek. Ez Tokajban, a Tiszavirág kempingben lesz. A Tiszavirág rock találkozó nevet viseli. Ugye ez nyár elején szokott lenni? Így van, június 21-22.
Hát az már annyira nem is az eleje, de akkor ott mindenképpen lehet majd veletek találkozni. És ha egy picit tovább nézünk, nem az idei nyárra, hanem mondjuk 10 év múlva, akkor is így dúóban egyáltalán lesz még mély víz, vagy hogyan látjátok? Mik az elképzelések? Szeretnénk egy basszusgitárost bevenni a bandába. Nagyon jó barátunk, csak ő Kaposváron lakik. Úgyhogy ez a Kaposvár, Dunaharaszti, Tokaj. Ez igen. Ez egy 500 kilométert még kapunk, egy 500 kilométert idány még pluszban, igen. És akkor kerestek egy jó basszusgitárost, és akkor trióban folytatjátok. Igen, neki is nagyon jó a hangja, sőt nem csak a gitártudása, hanem szintetizátoros tudása is van, tehát egy billentyű története is. Úgyhogy hát remélem, hogy hát ha felköltözik Budapestre az éven, akkor talán bővülünk egy fővel. Jó, legyen így, és legközelebb beszélgessünk erről. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük szépen! A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.